Ebben a videóban 24 óráig pénz és bármilyen élelem nélkül, konkrétan üres kézzel meg zsebekkel kint leszek az utcán. Most van körülbelül reggel 8 óra, és holnap reggel 8-ig ki kéne bírjam itt kint. És hát én nem tudom, hogy mire vállalkoztam már meg. Megnézzük, hogy csak idegenekre hagyatkozva, hogyan tudok egy kis pénzt vagy akár élelmet szerezni a nulláról, és letesztelem a tűrő képességem, ugyanis nagyon hideg lesz, főleg az éjszaka folyamán. Ezt a challenge-et már jó pár nagy külföldi városokban megcsinálták, ezért arra gondoltam, hogy egy ilyen kicsi erdélyi városban, ahol élek, nézzük meg, hogy mihez lehet kezdeni. Nézzük meg, pontosan mi van az inventory-mba. Ez lesz az inventory, jó? Konkrétan amire számíthattatok, semmi egyéb, mint hogy csak kamerás felszerelés. Másodlagos kamera, GoPro, telefon, pár pótaksi, és hát akkor van még a fő kamera. Ezeken és a ruháimon kívül semmi nincs, tehát gyakorlatilag az inventory teljesen üres. Az első módszerem az, hogy bemennék random helyekre, és úgymond a szolgálataimat felajánlanám, például feltörlök, elmosogatok, vagy elpakolom a szemetet, és cserébe hátha kapok egy kávét vagy egy reggeli. Fogalmam sincs, hogy fog ez esülni, de menjünk. Elsősorban két étteremnél próbálkoztam, de instant problémába ütköztem, ugyanis zárva volt még mindkettő. Ezért inkább először bementem egy közeli üzletbe. Jó napot kívánok! Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy jelenleg szükség van bármilyenféle munkaerőre, takarítani, mosogatni, pakolni. Én a végső nyitásig. Jó, azért köszönöm. Itt nincs szerencse, menjünk tovább. Ezután pontosan ezt csináltam, elsétáltam három újabb étteremhez szerencsét próbálni. Szia! Lenne egy furcsa kérdésem. Én szeretnék úgymond venni valami kiflit, vagy bármi, csak nincs pénzem. És esetleg segítségre van szükség takarítani, mosogatni, bármi. Cserébe mit tudom, kapok egy kávét, vagy kiflit, vagy ilyet. Hát de nekem meg nincs konyhán nyitva. Még az enyém a cég az okol. Nem baj, köszönöm azért. Jó, nem gond. Köszi szépen azért. Köszi. Sziasztok. Hát egyelőre sehol nem jön össze ez a módszer, szóval továbbra is éhes maradtam. És közben rájöttem, hogy akik nézik a videóim, nagy részük nincs feliratkozva sem. Szóval nem értem, mire válsz. Iratkozz fel, csak egy gombnyomásodba kerül. És akkor tudok még ilyesmi tartalmakat készíteni. Na de ezután közben rátértem a második túlélő módszeremre, azért, mert nem messze találtam egy csapot, legalább nem döglök szomjon. Na de még mindig nem akartam elengedni az első módszer, ezért visszasétáltam a piachoz, hogy hát ha bejönne a dolog, és el nem fogjátok hinni, hogy mekkora szerencsém volt. Jó napot, nekem szükségem lenne esetleg egy pohár vízre, vagy pohár kávére, vagy bármilyen élelemre, és felajánlanám a szolgálataimat cserébe, hogyha ha szükség van valamire, mosogatásra, takarításra, bármire. Jó, hogy nincsen szükség, nincsen szükség. Kell főzzek a kávét. De nem várom el ezt ingyen, tehát bármit pakolni, de tényleg nem várom el ingyen. Bármennyire sem akartam ingyen elfogadni a kávét, ez a bácsi annyira kedves volt, hogy így is azt akarta, hogy menjek be. De biztos nulla munka, semmi nincs? Becsó, komolyan. Ti is látjátok, annak ellenére, hogy nem volt szükség semmilyen munkaerőre, nemhogy kávét, de még konkrétan ivóvizet is kapta. Egyszerűen annyira kedvesek voltak velem ezek az emberek, hogy már engem zavart, hogy nem tudok nekik segíteni semmit. Ezután megtaláltam és összehaverkodtam a város legcukibb kiskacsájával, közben még eszembe jutott, hogy talán hogyan tudnék egy nagyon pici pénzt szerezni. Ezekben a cuccokban mindig, mikor parkolójegyet vettem, szinte mindig találtam egy kis apró maradékot, mert az emberek ott hagyják, vagy nem tudom. Hát, ha egy kis szerencsém lesz és találok itt ugye apró maradékot, de hát amit látjátok, az elsőnél semmi, de van még egy jó pár, azt megnézem. A második automatában sem volt semmi, viszont mikor megnéztem a harmadikat, hallod? Nooo! Igen, kőkemény 10 bani volt benne. Nem tudom, mit kezdek 10 bani, majd cukorkát veszek rá, na, de még van egy automata. És akkor a negyedik automatában mit talált Alex bácsi, na mit? Jó. 60 bani volt az utcsó automatában, hát én szerintem 9 éves korom óta nem örültem ennyi pénznek. Akkor most összesen van 70 banink, ezzel már elméleti szinten valami száraz kifli csak jön, hogy ne korogjon annyira a gyomrom. El is indultam egy közeli boltba, és kicsit megijedtem, mert még a legolcsóbb kekszek is egy-két lejön felül voltak, szerencsére egy kivételével. Ez 69 bani. Köszi szépen. Az összes 70 banim elment erre a kis kekszre. Amúgy most jut eszembe, hogy 69 bani volt, és nem kértem el azt az egy bani visszajárót. Fartas ilyes vagyok. Az a helyzet, hogy nagyon kell pisíjek, és hát kérdezhetnétek, hogy mégis hogy fogok pisíni, hogyha a legtöbb nyilvános WC fizető. Igen, ám, de a kisebb városokban szerencsére szokott lenni ilyen ingyenes mobil WC, úgyhogy el lehet végezni a dolgunkat nyugodtan. Aztán kitaláltam, hogy mivel amúgy is vásár van a városunkban, oda megyek a standokhoz, és felajánlom úgymond, hogy hirdetem őket ott helyben más embereknek, de hát az első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik árus sem élt az ajánlattal. De amire a standok végéhez értem, egy kürtös kalácsos azt mondta, hogy legyen. Szóljak más emberek, hogy vegyenek kürtös kalácsot, és cserébe kapok vizet. Azt nem garantálom, hogy jönnek az emberek, de megmondom nekik. Jó napot, elnézést! Nem szeretnétek kürtös kalácsot venni? Most süssük, nagyon friss, nagyon finom, nem kívánják. De mert kicsit szeretnék felpörgetni a vizet.
szépen. Most sót kívánt, azért vettem a fűznek inkább. Nem baj, azért köszönöm. Oh. Nem szeretnének kültös kalácsot venni? Most is ők finom. Igen, oda tisztítom. Igen? Na nagyon jó. Na már azt hittem, hogy be fog futcsolni ez is, de végül szereztem két klient. Szereztem két ügyfelet. Jó, akkor adok egy pohár. Jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor van egy új itemünk az inventoryba. Ezzel például bármikor tudok vizet inni, tudok tölteni egy kútnál, stb. Ezután még mindig az volt a bajom, hogy nagyon éheztem, mert konkrétan még mindig csak egy darab száraz kekszet ettem. Ezért ismét utoljára megpróbáltam még két étterembe bemenni és újra felajánlani a szolgálataiba. Lenne egy olyan furcsa kérdésem, hogy én szeretnék enni, de nincs pénzem rá. És esetleg felajánlhatom a segítségemet, munkát, bármit, elmosogatok, takarítok. Hát most itt most semmi munka nincs. Semmi munka nincs. De meghívlak valamire. Ja, de nem, ingyen nem fogadom el. Válasz valamit az étlapról. Nem fogadom el ingyen. Amit hallottátok, a srác nagyon kedves volt velem, mert akart nekem ingyen adni egy kaját. De egyszerűen nem fogadtam el, mert ha nem tudok nekik segíteni valamiben, akkor úgy érzem, hogy a lelkem nem engedni, hogy jó érzéssel fogyasszam el majd azt a bizonyos kaját. Köszi szépen, sziasztok! Úgyhogy tovább mentem, és nézzétek, mi történt ezután. Én szeretnék enni, de nincs pénzem rá. Esetleg munkaerőre szükség van, segítségre, bármire, takarítani, mosogatni, bármit megcsinálok. Ami azt jelenti, hogyha így felajánlod, mosogathatsz. Ez az, végre úgy éreztem, hogy van remény, és tudok enni valami normálisat. Cserébe kapnék valami élelmet, vagy ilyesmit. Megkérdem akkor. A srác, amikor megkérdezte a konyhát, felvázolta a sztorit, hogy mosogatásért esetleg egy tányér leves kaphatnék. Hát a szakács egyszerűen nem egyezett bele. Ha jó, ha nem fogom erőltetni. Éhezünk tovább. Na de még a tarsolyomban van ilyen olyan ötlet, hogy hogyan juthatnék élelemhez vagy innivalóhoz. Az a lényeg, hogy itt az egyik üzletnek van egy alkalmazása, hogyha elméletileg játszok vele, akkor kaphatok valami ingyen terméket. Elstartoljuk a játékot, oké, ezt kipörgessük. Ez most mi vajon? Mi van? Hát én ezt egyszerűen nem hittem el. Lényegében ez azt jelenti, hogy valami hiba történt, majd próbáljam újra később. Csak hát ez az alkalmazás úgy van, hogy minden nap egyet pörgethet az ember, szóval ebből a bizonyos üzletből is pontosan nem tudok semmit se kiváltani. Nem tudom, mi volt ez, de köszönöm szépen a semmit. Rájöttem arra egyébként, hogy amikor éhes vagyok, egyszerűen nem tudok gondolkozni, szóval eszembe jutott, mi lenne, hogyha keresnék valamilyen szilvafát, esetleg cseresznyefát, vagy almafát a legjobb esetben. El is indultam gyors keresgéni fákat, meg ilyesmi, de miközben egy random macska nem akart a haverom lenni, találtam egy bokrot, amin valami bogyók voltak. Várj, hallod? Ez mi? Azt hiszem jobban is jártam, hogy nem ettem meg. Ezen kívül még találtam hecserlit, és egy annyit tudok róla, hogy ilyen formában ezt sem lehet megenni. Aztán mentem tovább, és találtam egy szilvafát is, ami hát gondolom látjátok, hogy egy kicsit azért elkéstem vele. De szerencsére nem messze volt pár érdekes elszáradt almafa is. Az almák nem csak hogy elszáradtak, hanem össze is zsugorodtak. Legalább egy kis vitamint be tudok vinni a szervezetbe, ha már egy bőkaját nem. Fúj. Na akkor egy-két almát megettem, ami mellesleg nem volt nagyon finom sem. Közben pedig rájöttem, hogy ez a kihívás sokkal nehezebb lesz, mint hittem volna. Az a durva, hogy már annyit sétáltam, hogy szerintem a nap végére a lépésszámlálom fel fog robbanni. Most már azért érzem, hogy kezd egy kicsit nehéz lenni. Útnak indultam elég kevés energiával a város másik felébe, ugyanis arra gondoltam, hogy hát ha ingyen egy kis húshoz tudok jutni valamelyik boltban. Tudjátok, biztos nálatok is szoktak ilyen random szalámi meg sonka kóstolók lenni az üzletekben. Na hát én három húsboltot is végignéztem, és aznap pont nem volt egyikbe se semmi. Ilyesmi. Pedig reménykedtem két darab szalámiban. De még lenne esetleg egy olyan módszer, hogyha meglátok egy idős bácsit vagy hölgyet, és látom, hogy cipeli a nehéz cuccait, megkérdezném, hogy esetleg segítetek. Nyilván nem fogom megkérdezni, hogy adj ezért cserébe valamit, de hát ha próbálkozzunk. Elnézést, látom, cipekedik, segíthetek önnek egy keveset? Jaj, csak ide a sorokig megyek. Biztos? Biztos igen, benne? Köszönöm nagyon. Jó, rendben, nincs mit. Na hát az első idős hölgynek nem kellett segítség. Jó napot. Nem szeretném zavarni, de látom nehezek a csomagjai. Szeretnél segíteni, esetleg felvinni? Na. Biztos? Önnek is elbírja? Jó, rendben. A második alkalommal sem volt szerencsém. Elnézést, látom, ne ezek a csomagai. Szeretném, ha segítenék esetleg elvinni egy fára? Igen? Na de viszont végre ez a kedves néni elfogadta a segítséget. Én elviszem, ameddig mondja. Körülbelül egy olyan fél óra sétálás és beszélgetés után meg is érkeztünk a helyszínre. A kedves hölgy meg is köszönte, meg nagyon-nagyon hálás volt, viszont körülbelül ennyibe maradtunk. Köszönöm. Szívesen. Szép napot önnek. Hát körülbelül fél órát kellett segítsek ennek a kedves néninek, amit persze nagyon szívesen tettem, de hát nem kaptam cserébe semmit, úgyhogy ez a pénzszerzés, vagy a szerzési módszeret, ez nem olyan, hogy... Baszki, most már... Oh, mi ez a görcs? Na igen, itt nagyon kezdett bejutni már a sok séta és a tápanyag hiány. Muszáj volt egy kicsit leüljek, mert egyszerűen elképesztően fájt a hargasinom. Mondjuk lehet pont nem tegnap kellett volna lábazni egy extrémet. Aztán megálltam inni egy kis vizet, és közben eszembe jutott, hogy az egyik barátom szokott kutyát sétáltatni. Nos, én arra gondoltam, hogy felhívom, hát ha szüksége lenne a segítségemre. Szia! Az lenne a kérésem, hogy ma kell kutyát sétáltassál? Jó. Mi lenne, ha átvenném a sétáltatást? Elviszed? Én elviszem, igen, meg birkózok vele, csak cserébe esetleg, ha kaphatok valami, nem tudom,
vagy csokit, vagy bármit. Jó. Egy olyan fél óra múlva, ha tudsz jönni. Le kell oda sétáljak akkor. Na jó, hát akkor várlak. Nice! Csak az volt a gond, hogy a város másik felébe van a kutya, és a lábam, hát köszöni szépen, éppen sorban. Na de ahogy mentem tovább, észrevettem, hogy itt a piacon dolgoznak az emberek, és gondoltam, hogy na jó, még egyszer és utoljára felajánlom a segítségemet, hát ha most összejön a módszer. Jó napot! Jó napot. Bármilyenféle segítségre szükségük esetleg lenne pakolni ilyesmi, vagy valami? Segítenék pakolni, vagy bármi cserébe egy almája, vagy egy ilyesmi? Nem kell segítség, hogy gyerünk. Ne, igazából nem fogadom el, hogyha nem. De... Itt is annyira kedvesek voltak az emberek, hogy akármennyire is mondtam, hogy nem akarom csak úgy elfogadni, egy idő után már muszáj volt, mert annyira ragaszkodtak hozzá. Köszönöm szépen, csak most rosszul érzem magam, mert nem dolgoztam meg ezért. Nem, de nem muszáj. Jaj. Van csak egészségedben. Köszönöm szépen, de hát nehéz elfogadni. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Nem volt, hogy csinálják egy csomó gyümölcsöt konkrétan a kezemben nyomtak, nem tudtam elutasítani. De ezen a kis piacon a kedvesség az határtalan volt, egyszerűen nem tudtam elutasítani, mondom, nyomták a kezemben, láttátok. Úgyhogy akkor az inventory bővült pár almával és egy kis szöllővel is. Olyan kajás voltam, hogy muszáj volt leüljek és megkóstoljam ezeket. Egy rendes nagy alma, hát nézzétek meg ember, hát nem gyönyörű. Miután ettem egy kicsit és találtam még egy macskát, elindultam, hogy időben érjek oda a város másik felébe kutyát sétáltatni. Szia! Leszünk barátok? Szerencsó bácsi, mert most viszel sétálni? Viszlek el világgá. Egy dolog, ha kihull a fog, az hoz hozzon egy ügyt. Egy kis ismerkedés után elindultunk a kalandra. Milyen szépen tudsz előre menni, látod, milyen ügyes vagy? Csak a lábam fáj. Tudom, hogy te fit vagy, de nem vagyok olyan kemény legény, mint te. Nagyon jó meg vagyunk mi ketten, itt nem úgy egész csilles kutya. Ekkora csicskát, mint te. Miután megvolt a séta, képzeljétek el, hogy ezért cserébe kaptam egy pohár gyümölcslevet, de még emellett egy meleg szendvicset is. Jó anyag, hé, nagyon jó anyag. Nagyon jól esett abban a pillanatban, komolyan mondom. Úgyhogy ezt innen is nagyon szépen köszönöm Katinak és Rolinak. Kaptam egy kis kaját, ami bejött ide a bendőbe, ja, és egy palackot is. Ezzel is bővül az inventory, aminek a segítségével talán most már könnyebben is tudok vizet inni, sőt. Ez a kis kaland után kicsit lelassítottam magam, mert éreztem, hogy alig bírok lábon állni már reggel óta. Elmentem egy csaphoz, töltöttem egy kis vizet, aztán megálltam pihenni. Viszont egyfolytában volt egy olyan érzésem, hogy nem akarok csak úgy tétlenül ülni. Van eszembe jutott, hogy van a városban több ilyen gyúrópark-szerűség, ahova konkrétan el lehet menni és ingyen bármikor edzeni egyet. Úgyhogy át kéne mozgassam a felső testem, mert a sok cipekedéstől kicsit be van állva. Hagyják, a f***, menj, annyira kevés kalóriát vittem be ma, hogy érzem, hogy el tudnék aludni. Na, vegyük csak szépen elő az inventoryból a post-workoutot. Aztán találtam egy darab kartont a fűbe, és mivel per pillanat nem volt tervem, hogy mit csináljak, ezért unalomból konkrétan ezt csináltam. Ez még viccnek is rossz. Na de kezdett lemenni a nap. Gondoltam, felmegyek a domb szélére és nyugisan leülök, és visszagondoltam arra, hogy eddig mennyi jószívű és kedves emberrel találkoztam, annak ellenére, hogy még csak a kihívás felénél járok, de tényleg abban a pillanatban egész jól éreztem magam. Aha, azt hinnéd, hogy itt csend és nyugalom van, mi? Hát valójában a nyers felvételen ilyen hang van. Közben rájöttem, hogy van még a tarsolyomban egy pénzkeresési módszer, mégpedig az, hogy a benzinkutaknál megkérdezem az embereket, hogy egy-két leért cserében lemoshatom-e az autójuknak az ablakát. Jó estét! Azt szeretném kérdezni, szüksége van-e ablakmosásra esetleg? Nem. Nincs-e? Oké, semmi. Hát az elsőn nem volt szerencsém, de az nem a szerencsém, hogy nem próbáltam tovább. Jó estét! Azt szeretném kérdezni, szükségük van-e esetleg ablakmosásra? Nem kell? Jó, rendben. Jó estét. Azt szeretnénk kérdezni, hogy véletlenül nincs szüksége ablakmosásra. Igen, jó, rendben. Lemosom mind a kettőt, ha úgy van. Esetleg egy-két lejt azért kaphatok. De tényleg többet ne csak adj. Miközben boldogan mostam az autót, egyszer csak jött az előző hölgy, és konkrétan belenyomott 5 lejt a zsebembe. De azt nem kell, nem fogadhatom el. Akárhogy mondtam, hogy ingyen nem fogadhatom el, nem számított, mert már elsétált és ragaszkodott ő is, hogy tegyem el. Köszönöm szépen. Jaj, de nem fogadhatok el ennyit, én csak 2 lejt kértem. El sem akartam hinni, hogy 10 lejt kaptam, de tényleg csak pár lejt kértem. Szóval itt is az emberek kedvessége határtalan volt. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Milyen jó, hogy estére fedezem fel a legprofitálóbb módszer. 15 lejt! Na ebből a pénzből gyorsan mentem és valami kalóriadús szarokat meg is vásároltam, és még emellett vettem egy jó kis gépes kávét is. Konkrétan 4,50-ért tudtam venni egy 7 Days, 4,99-ért egy ilyen Bake Rolls, és emellett még meleg kávét is tudtam venni. Meg vagyunk élve, 7 csillagos vacsora, minek kell enni? Éhen halok.
Itt tényleg nagyjából boldog voltam. Úgy éreztem, hogy a nap során egy sikeres szakaszon vagyok túl. Ezt inkább ne kérdezzétek. Na de aztán már egy jó ideje sötét volt és eljött az éjszaka. Valamiért drasztikusan kezdett csökkenni a hőmérséklet. Mondtam magamban, hogy ez így nem lesz jó, muszáj valamit csinálnom, hogy ne hűljek ki. Ezért egyszerűen elkezdtem sétálni ide-oda. Mindent elkövettem, hogy mozgásban maradjak, hogy ne hűljek ki és egyáltalán ne kapjon el az álmosság. Csak hát a lábfájdalmaim egyre rosszabbak voltak. Azt a rohadt, ez lehet, hogy nehezebb, mint gondoltam volna. És már tényleg kezd nagyon hideg lenni, mint látjátok. Nem szabad elaludjak, mert akkor tényleg megfagyok, úgyhogy próbálok ébre maradni. Gondoltam ismét elindulok, visszasétálok egy kávéért, mert még maradt egy kis pénzem, de hát az üzlet már bezárt. Aztán a húgom egy szülőnapi partin volt, és kérdezte Messengeren, hogy mizu velem, mert csinálna nekem egy kávét, ingyen akart adni, de mondtam, hogy legalább két lejt fogadjon már el érte. Meg is egyeztünk, elindultam sorvat lábbal, de valahogy aztán odaértem. Csak neked csináltam, három tej van benne. Én 10 banit kértem érte, 10. Két lejt, 10 banit. Adjak, nem érte. Mert... Tényleg, jól esett az a kávé. Dumálgattunk egy kicsit, aztán továbbálltam. Nem akartam a blizzókat csöves létemre zavarni. Aztán ismét csak vártam, vártam, és vártam, hogy teljen az idő. Az utcák egyre csendesebbek és sötétebbek lettek, tényleg egy idő után már nagyon creepy volt, főleg mert a hőmérséklet is még mindig csak csökkent, és én pedig hát egyre fáradtabb voltam. 16 órája csövelek és szerencsétlenkedek az utcán. Belegondolni, hogy még 8 óra van hátra ahhoz, hogy sikeresen teljesítsem a 24 órát. Olyan éjjel egy körül olyan szintű fáradtság kapott el, hogy az már hihetetlen. Kezdtem nagyon fázni is, mert már csak 4 fok volt, basszus 4, ezért elbandukoltam egy benzinkúthoz melegedni, ott voltam egy olyan 15 percet, de egyszerűen szégyeltem tovább maradni, mivel nem tudtam semmit vásárolni. A lábaim már olyan szintű görcsöket kapnak, hogy érzem, hogy le tudnék ülni a földre és ott meghalni. Abba érzem, bárhova megyek, bármit csinálok, egyszerűen mindjárt bealszom, és az egyáltalán nem lenne kellemes. 1 óra 52 perc van. A telefonom idejének nem hisztek, itt van fent egy óra. Ezen is itt a bizonyíték, hogy eddig bírtam, és én hivatalosan is kilépek ebből a challenge-ből. Ez most teljes egészében nem sikerült. Muszáj volt egyszerűen leálljak, mert több mint 38 ezer lépés után a szervezetem azt mondta, hogy köszöni szépen. Azért a nap folyamán átértékelődtek bennem a dolgok ismét, hogy lehet sokunknak átlagos, hogy mindig tető van a fejünk fölött, mindig tudunk enni, mindig ott vannak a barátok és a család. Ezek bizony átlagos dolgok, de meg kell becsülni, mert nagyon nagy értéke. De hogyha kérhetek egy utolsó szívességet, akkor zúzzátok be a like gombot és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek a videó. Sokat jelent nekem, mert rengeteg erőfeszítést és munkát raktam bele. Na de vigyázzatok magatokra, sziasztok!